A nyár a fesztiválok, szabadtéri rendezvények időszaka, ám emellett a rendkívüli hirtelen jött extrém nyári időjárási körülmények is ezeket zavarják meg a leginkább. A szervezőknek és a hatóságnak is fontos felkészülni minden körülményre a szabadtéri rendezvényeken résztvevők biztonsága érdekében. A katasztrófavédelmi kirendeltséggel nagyon jó és szoros kapcsolatban vagyunk, hisz minden rendezvénynek egyik fő szempontja az, hogy a kilátogató városlakók, illetve turisták azon kívül, hogy jól érezzék magukat, biztonságos környezetben legyenek, illetve ne legyenek olyan veszélytényezőknek kitéve, amely a szórakozásokat gátolnák. Az 1000 főt vagy az 5000 négyzetméter területet meghaladó szabadtéri rendezvények esetében a bejelentési kötelezettség mellett többek között megfelelő számú biztonsági személyzetet kell biztosítani. A rendezvény előtt tájékoztatni kell a résztvevőket a kialakított menekülési útvonalakról, meghatározott számú és méretű tűzoltókészüléket kell elhelyezni, és például esti rendezvényeknél a közlekedési útvonalak megvilágításáról is gondoskodni kell. Most augusztus 20-a előtt vagyunk, számos településen ilyenkor tűzijátékkal, pirotechnikai eszközök felhasználásával ünneplik az államalapítási évfordulóját, és ezeknél a rendezvényeknél egyébként külön bejelentési kötelezettséggel kell, hogy éljenek, amellett például mondjuk, ha nem tartanak fesztivált, de egy olyan mértékű pirotechnikai felhasználással történik az augusztus 20-ai ünnep, amely már ezt indokolja. Ilyenkor mindig a hatósági osztály kimegy, ellenőrzi ezeket a településeket, rendezvényeket, illetve a nagyobb tűzijátékok esetén egyébként az adott érintett település tűzoltósága pedig a tűzijátékot magát biztosítja. A fórumon elhangzott, a tapasztalatok szerint a szervezők általában eleget tesznek a bejelentési kötelezettségeiknek, amelyet a megye 4 katasztrófavédelmi kirendeltségén tehetnek meg.